A dr. Márton Sándor bácsfeketehegyi egészségház évekig nagyon rossz állapotban volt. Felújítását 2012. februárjában kezdték meg. Kishegyes község összesen 5,6 millió dinárt fektetett be, így most már sokkal minőségesebb egészségügyi ellátásban részesülhetnek a páciensek. Od jedne zgrade koja je bila ovde do prošle godine, sada se vidi sasvim potpuno jedno drugo izdanje. Moram da kažem da mi pokrivamo kao dom zdravlja nekih 12.000 da kažem građana u mestu Feketić, njih ima 4.300 i uradili smo sve da našim građanima, da našim pacijentima bude bolje. A felújított épületet Slavica Gyukics Dejanović szocialista egészségügyi miniszter adta át. Úgy látja, hogy ez az 5 millió 600 ezer dinár értékű befektetés valóban szükséges volt. Mali Iđoš kao dom zdravlja ne pravi razlike, nego želi da pruži svima istu kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i za mene kao ministra zdravlja to je zaista veliko zadovoljstvo. Otvaranje ove ambulante koja je prvi put za 50 godina na ovaj način rekonstruisana od zidova, prozora do krova i podnog grejanja daje zapravo prostorne mogućnosti kvalitetnim zdravstvenim radnicima. Slavica Gyukics Dejanović az egészségház átadása után Szikicsre is ellátogatott, ahol a szerb kormány miniszterelnökének nevében koszorút helyezett el a felújított fasizmus áldozatainak emlékműve előtt. A műemlék rehabilitációja 1,5 millió dinárba került, amelyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint Kishegyes község támogatott.